Jó estét kívánok mindenkinek, ez a Dentál Hírek, dentál.hu külön kiadása. Meggyőződésem szerint egy média történelmi pillanat következik, hiszen ennyi fogorvos együtt még soha nem beszélgetett. Ezt a Covid-járvány is elhozta, hogy ilyen sokan különböző országokba fogunk leülni itt önök elé, és beszélgetünk arról, hogy most éppen mi van a világban, és hogy ezt a pillanatképet rögzítsük, mindenkit arra kérünk, hogy egy picit a saját tapasztalatait ossza meg a nézőkkel, azokkal, akik itt Magyarországról figyelnek minket. Anglia, Ausztria, Belgium, Franciaország, Írország, Lengyelország, Németország, Norvégia, Románia, Spanyolország, Szerbia, Svájc és Olaszország. Remélem, hogy mindenkit felsoroltam, és nem hagytam ki senkit. Ja, de igen, Magyarországot, mert hogy van velünk egy magyar fogorvos is. De hogy kik ők, hamarosan megismerhetik őket. Egy perc múlva kezdjük, élőben itt a Facebookon. Az élő közvetítés támogatója az Osztem Hungary. Ünnepeljünk együtt, hogy az elmúlt három évben a világon az Osztem termékeit keresték a felhasználók a leggyakrabban. Az Osztem Hungary ezúton is szeretné megköszönni a bizalmat. Jó estét kívánok mindenkinek, egy média történeti pillanatnak lehetnek a szem és fültanúi, hiszen soha még ennyi fogorvos egyszerre a világ minden tájáról nem beszélgetett arról, hogy vajon mi is történik éppen most a világban, hogyan tudjuk újra mozgásba lendíteni a világot, hogyan tudjuk ismét a praxisokat a korábbi állapotukra hozni, vagy ha nem a korábbi állapotukra, akkor hogyan fogunk eztán betegeket ellátni a fogászati rendelőkben. Számos kérdéssel készültünk az eljárásrendi változás, az új szabályokról, az aeroszol képződésről, ennek csökkentéséről, a védőfelszerelésekről, tehát minden olyan témáról, ami ma egy égető nagy-nagy halom, és mindannyian cipeljük a hátunkon, hogy vajon hogyan is lehet újraindulni a rendelőkben. Nagy tisztelettel köszöntöm a beszélgető társaimat, már is bemutatom őket, megyek szépen sorba. Lengyelországból dr. Táncos István csatlakozott hozzánk, Belgiumból dr. Zlok Márta, Németországból Bakucz Márton, Spanyolországból Viski Szabolcs, Szerbiából Kovács Tamás, Írországból Kisznyér Sándor, Ausztriából Felkai Tamás, Olaszországból Gida Eszter, Romániából Leiher Nóra, Magyarországról Volom András tisztelt meg minket, Németországból Ecsédi Heckner Melinda, Norvégiából Molnár Anikó, Franciaországból Pihodénes Hanga és Írországból Róka Antal. Jó estét kívánok mindenkinek! Hú, de sokan vagyunk, hú, de sok nézőpontot fogunk tudni most megvizsgálni. Rögtön az első kérdésem, és mindenkit szeretnék egyesével megkérdezni, megyünk sorba, és mindenkit szólítok, az, hogy úgy látom, hogy eltérő az, hogy az egyes országokban mikor indult a járvány a fogászatban, tehát mikortól lehetett ezt érezni a napi működésben, illetve Magyarországon a fogorvosok azt mondták, vagy azt mondják a mai napi különböző bejegyzésekben, hogy gyakorlatilag mi vagyunk az egyetlen ország, ahol rendeletileg betiltották a fogászatot, és csak a sürgősségi eljárást engedték meg. Úgyhogy most aki kíváncsi vagyok, hogy mindenki a saját országáról ossza meg velünk ezt a tapasztalatát, hogy ott mikor indult a járvány, mikor indultak a korlátozások. Az én képernyőmön, és direkt nem ABC soron, nem megyünk, dr. Táncos István van Lengyelországból, úgyhogy ő hozzá fordulok elsőként. István, mi történt Lengyelországban, mikor indult a járvány a fogászatban? Jó estét kívánok mindenkinek! Itt Lengyelországban úgy körülbelül március közepén indult a járvány, és ez körülbelül úgy nem volt semmilyen tilalom, úgyhogy mindenki tulajdonképpen rendelhetett volna, de főleg az olasz információk révén nagyon sokan becsukták rendelőjüket, és úgy körülbelül 2-3 hétig tartott, amíg mindenki úgy megismerte, hogy mégis hogy lehet rendelni, mit kell beszerezni, hogyan lehet dolgozni.
És mi például körülbelül április 8-a óta már normálisan dolgozunk. Legelején csak a fogfájásos eseteket vettük be, és később viszont már úgy két-három hete majdnem normálisan dolgozunk. Az igaz, hogy be vagyunk öltözve, meg mindenféle védőeszközökkel, és a pacienseket is ugyanígy beöltöztetjük, van lázmérés, van telefonos ilyen diagnózis, és mielőtt bejönnének a rendelőbe, mert a váróterem ez ki van kapcsolva, úgyhogy ha már itt vannak a rendelő előtt, a kocsiból hívjuk be őket egyenként, és akkor ismét lázmérés, egy ilyen kérdőívet kell kitölteni, tulajdonképpen ugyanazok a kérdések, amit előtte és telefonon keresztül csináltunk, és utána viszont normális kezelés. Nekem például egy magánpraxisom van, és nálunk úgy van, hogy két asszisztenssel dolgozok, akik az egyik ilyen tiszta, másik egy mondjuk piszkos, aki tulajdonképpen a sterilizációt végzi, és a minden páciens után a rendelőt hozza rendbe, és dezinfekál, meg minden. Úgyhogy a betegek száma nagyon lecsökkent, és a bevétel például nálunk olyan 66%-a az annak, ami volt mondjuk 2-3 hónappal ezelőtt, de hát dolgozni kell, és betegek vannak, hát ennyi körülbelül. Akkor utazzunk rögtön tovább Belgium felé. Dr. Zokmártát kérdezem, hogy mikor indult a járvány, tehát mikortól lehetett érezni ennek a hatásait a napi gyakorlatban, a napi munkában? Nagyon érdekes volt, mert az ember fel sem fogja addig, ugye, amíg nem mondják, hogy akkor be kell zárni. Nagyon-nagyon gyorsan történt, március 16-ától nem dolgoztunk, de nekünk sem mondta először senki, hogy nem szabad, viszont több székes rendelő összeállított egy javaslatot, és itt is úgy, mint a kamara, javaslatot tettek arra, hogy akkor csak sürgősségi ellátás legyen. Ez folyt május 4-ig. Egy hét alatt összeszerveztek gyorsan egy sürgősségi ellátást, tehát rendelők, akik be tudtak szerezni védőruhát, mert hogy csak FFP2 maszkot kaptunk a munkához. És akkor azok a fogorvosok, akiknek nem volt védőfelszerelésük, ők pedig tovább utalhattak, ők telefonon elérhetőek maradtak. De védőfelszerelés nélkül nem lehetett dolgozni. Itt nincsen magán és állami rendelő. Az Országos Egészségügyi Biztosító javasol egy árat minden beavatkozásra, amiből a páciensek különböző mértékben kapnak vissza, attól függően, hogy a fogorvos vagy a rendelő egyetért a javasolt árral, vagy nem. Úgyhogy mi meg... Bocsánat, tehát akkor magyarán március 16, ugye? Ez volt a dátum, amikor... Igen. Jó, akkor megyünk tovább, utazunk egy picit még a térképen, Németország felé vesszük az irányt. Dr. Bakucz Mártont kérdezem, dátumot kérek, mikor indult a járvány Németországban a fogászatban? Jó estét kívánok minden nézőnek és kollégának. Nálunk is ugyanúgy, mint a többi országban, nagyjából hasonló tendenciát mutatott ez a járvány, tehát mi is olyan március 15-e környékén kezdtünk el ugye bezárni, de itt igazából a bezárást azt úgy kell érteni, hogy itt nem voltak a rendelők, én egyébként Bajorországban, Münchenben dolgozom egy privát praxisban, itt a rendelőket nem kötelezték a zárásra, itt aztán a szakmai szervezetek ajánlásokat adtak, úgy mint az arról szólós beavatkozások kerülése, de tulajdonképpen nem köteleztek senkit a zárásra, és
Nálunk ez az időszak, amikor egy kicsit úgymond bezártunk, ez 3 hétig tartott körülbelül. Ez azt jelentette, hogy igazából mi ketten dolgozunk itt orvosok, ketten mi bent voltunk, illetve telefonon az asszisztensi recepciós nőnk otthonról dolgozott, és telefonon ugyanúgy elérhetőek voltunk, fontosnak tartottuk, hogy az egész nyitvatartási idő alatt ugyanúgy elérhetőek voltunk bármilyen kérdésben, hogyha a pácienseknek esetleg valami kérdésük támadt, illetve mi ketten voltunk benne a kollégámmal, és azokat az esetleges eseteket láttuk el, amik tehát az akut eseteket elláttuk ebben a 3 hétben is alapvetően. De a dentálhigiénikusok abszolút nem dolgoztak ebben az időszakban, mert szükségünk volt egy kis upgrade-re itt a praxisban, hogy ők tudjanak dolgozni, be kellett szereznünk ugye a maszkokat, védőfelszerelést, illetve még egyéb ilyen biztonsági lépéseket is. Fogunk erről még beszélni, hogy mik a berendezések. Igen. Megyünk tovább Spanyolország felé, egy hónap napot kérek szépen. Március, itt is Vizsky Szabolcsot kérdezem. Igen, március 14-én kezdődött a korlátozás, gyakorlatilag a mai napig tart. Köszönöm. Szerbia, dr. Kovács Tamás, mikortól indult a fogászatban a leállás? Vagy nem is a leállás, de a változás? Itt nálunk is, én március 15-én érkeztem vissza Budapestről, és akkor itt inkább ilyen politikai pánik volt ezzel kapcsolatban. Mindenkit karanténba zártak, aki külföldről érkezett, és valójában az egész országot úgy próbálták biztonságba tartani, hogy mindenkit korlátoztak a mozgásba, délután 5 órától nem lehetett kimenni hajnali 5-ig, egész hétvégékre nem szabadott elhagyni a lakást, én nekem 28 napig, és ebből kifolyólag így a rendelők is, és minden valójában bezárt. Kötelezés nem volt, törvény nem lett róla, a kamara szétküldött egy e-mailt mindenkinek, hogy ajánlások szerint kerüljünk minden aeroszolos beavatkozást, csak fokhúzás ajánlott, nálunk vannak egészségházas kis privát praxisok, az egészségházakban csak fokhúzás volt, és ott is aki bírta, kerülte, mert ott fix fizetés van, úgyhogy én teljes 8 hétig teljesen bezárva, teljesen nulla bevétellel. Én most kezdtem ettől a héttől 11-től hivatalosan újra nyitni, közben érdeklődtünk a pácienseknél, kollégákkal, konzultáltunk ki, hogy őszintén a páciensek nagy százaléka inkább idegenkedik ettől a sok beöltözéstől, maszk, minden védekezéstől, és 99% az én pácienseimnek azt nyilatkozta, hogy ő úgy nyugodt, hogyha normális, hát hogy nálam eddig is rend volt, sterilitás, minden, és ők nem szeretnének ebből. Úgyhogy mi mondanám, egy egészséges keretek közt, ugyanúgy vigyázunk a sterilitásra, ami eddig is megvolt. Én őszintén nem gondolkozok ilyen nagy elszívó berendezések, nem is akkora rendelem, hogy tudom hova rakni, és teljesen, tehát úgy megindultunk, hogy én kinyitottam hétfőn, és 2 hétre egyből tele is lettünk. Tehát ez egy kicsit balkáni ország, itt ez megint belecsúszunk a jövőkébe, de megyünk tovább Írország felé, ketten is vannak Írországból a vonalban. Dr. Kisznyi és Sándort kérdezem elsőként. Írországban mikor lehetett először érezni a járvány hatását, illetve volt-e leállás? Én azt gondolom, hogy a 13. hétvége volt, amikor a gyerekek még csütörtökön mentek iskolába, és pénteken már nem, és onnantól indult egy egész országot érintő. Az első 2 hétben egy bevezető jelleggel, és azóta egy egész komoly korlátozás van, tehát én azóta gyakorlatilag én magam fogszabályozó orvosként dolgozom, én magam nem láttam el betegeket azóta, és a rendelő, ahol dolgozom, az egy 9 székes rendelő, ott sürgősségi ellátás az van, azonban hatósági vagy törvényi, majd az Anti lehet, hogy megcáfol, én azt gondolom, hogy semmilyen szintű korlátozás nem volt. Ajánlások vannak, ez is az sem egyértelmű. Ugyanis van a Dental Council, ami hatóságként funkcionál, neki valamikor a válság közepén volt egy 5 soros ajánlás, amiben az FFP2 maszk meg volt említve. És egyébként az orvosnak a felkészültségére, illetve az orvosnak a saját belátására hagyja. És emellett ezzel párhuzamosan működik egy szervezet, az úgynevezett, ez egy Dental Association, tehát ez egy egyesület, akik pedig média vízhangot keltve, ők egy folyamatosan jelenlevő, sokkal inkább a bezárás mellett kampányoló, illetve arra hajazó szervezet.
De azt gondolom, hogy a kollégáknak a nagy többsége itt bezárt. Ugye Írországként mi általában a nagy testvért, az Egyesült Királyságnak a protokolljait követik, másolják, illetve azzal próbálnak együtt élni, és ugye ott bezárták ezt az egész dolgot, és itt a fogorvos társadalomban is alapvetően én azt gondolom, hogy bezárt mindenki, és ugyanúgy az aeroszol termelő eljárásokat nem hajtják végre. A kollégáim, akik dolgoznak, ők fokhúzásokat, illetve egyéb olyan beavatkozásokat, tehát incíziókat csinálnak, antibiotikumot írnak fel, ha látnak beteget, mindezt védőfelszerelésben teszik, tehát eldobható ez a beöltöző ruhájuk van nekik, beszereztünk FFP2 maszkokat, és egyébként sürgősségi ellátásra vagyunk bejelentkezve a mai napig. Ennek a nyitása ez mai hétfőn fog indulni. Bocsánat, ezt a kérdést tegyük egy picit későbbre, mert mindenkitől szeretném erre a kérdésre majd a választ, de még dr. Ókantató, hadd kérdezzem meg, hogy a saját praxisában, Írországban ugyanezt tapasztalta, szintén leálltak, vagy mentek tovább, sürgősségi ellátást hajtanak, mit csinálnak most önök? Igen, hát én csatlakoznék Sándornak a szavait, és egy kicsit volt egy ilyen szürke terület, március 16-a, az pont hétfő volt. Való igaz, hogy nem volt egyértelmű direktíva, ajánlások voltak. Aztán ez átfordult most már az állami szerepvállalással egy kicsit szigorúbbá, tehát most már egyértelműen csak urgent és emergency készeket lehet ellátni. A miniszterelnök, akit Írországban Taoiseach néven fut, ugye nem Prime Minister, jelentette be egy 5 lépcsős átmeneti rendszert, ennek megfelel, ennek része a fogászat is. Mi egy 7 székes rendelőben dolgozunk, multidisziplinális rendelő. Én rendtagos szársebészként végzem a emergency-ket, kollégáim pedig az endo vonalon vannak, tehát úgy szintén föl van osztva urgent és emergency, ez a kettő, egyébként más nincsen. Bízunk abban, hogy ez változni fog most május végétől, úgyhogy ezt látjuk mégis, tehát alapvetően mi is így vagyunk, igen. A híradókban ugye Olaszországot láttuk legtöbbször, mint a legérintettebb terület, mint gócpont, mint a dráma közepe. Dr. Gida Esztert kérdezem, hogy ez a fogászatban hogy jelent meg? Ha jól tudom, akkor ott egészen szigorú szabályok léptek életbe, relatív hamar. Jó estét kívánok mindenkinek! Igazából szigorú szabályokat nem hoztak. Itt is csak ajánlásokat hoztak, és ez volt a nagy baj. Mivel eleinte, amikor ide már nagyon is berobbant a vírus, sokkal szigorúbban kellett volna fellépniük, mert ugye ide ért el leghamarabb a vírus, úgyhogy eleinte mindenkinek csak azt mondták, hogy nyugodtan sebészi maszkkal dolgozhattok, semmi baj nem lesz, aztán hirtelen a tévé is bemondta, hogy ezek a sebészi maszkok egyáltalán nem védenek a vírus ellen, úgyhogy elég nagy konfúzió volt, és ez volt a nagy baj, mivel az olaszok maguk is nagyon fegyelmezetlenek sajnos, úgyhogy elég sok kollégám is elkapta ezt a vírust, úgyhogy ők is segítettek amúgy ennek a szétszórásában, a vírusnak a szétszórásában. Viszont most múlt héten úgy néz ki, hogy sikerül visszaállni. Nem is a normális kerékvágásba, de legalábbis újra elkezdtünk dolgozni, úgyhogy reméljük majd sikerül visszaállni. Utazunk akkor tovább picit a térképen. Románia, Magyarország egészen közelében, ugye amikor mindig azt mondják, hogy az egymás melletti országok nagyjából hasonlóan kezdenek el a mindenféle policy-t bevezetni. Romániában mikortól lehetett érezni a vírusnak a jelenlétét, a járványnak a jelenlétét? Jó estét kívánok! Március 21-én jött a katonai rendelet, így március 23-ától minden fogorvosi rendelő leállt, csak a sürgősségek elvégzését hagyták jóvá. Sürgősségi pontok létrehozását pedig a közegészségügy hagyta jóvá, szigorú előírások alapján egy listára kerültek föl azok a magánrendelők, akik ezt az ellátást vállalták. Nálunk holnap jár le a szükségállapot, és nyithatnak újra a romániai fogorvosi rendelők.
ma este, tehát most még 22 ezer fogorvos várja az újrakezdéshez szükséges országos rendeletet az új szabályokról az újrakezdéshez, még nem érkezett meg. Így a fogorvosok egy része hivatalos rendelet hiányában a javaslatok alapján fogja holnap megnyitni a rendelőit, mások kivárnak, ameddig egyértelmű rendeletet nem kapunk, hogy milyen körülmények és szigorítások kötelezőek az újranyitáshoz. Az új rendeletre tett javaslatok alapján az elmúlt hetekben próbáltuk beszerezni ebben az árucik hiányos helyzetben a javasolt prevenciós eszközöket, berendezéseket mi is, és ugyan csak hasonló módon más országok prevenciós és tehát ezeket a megelőzési programokat Románia is követte. Tehát a külföldi példák alapján megfelelő óvintézkedéseket itt is vezették. Norvégia következik. Dr. Molnár Anikót kérdezem, hogy ugye főleg Svédországról hallottuk, hogy egy egészen más modellel próbál védekezni a járvánnyal szemben. Norvégiában mi történt? Mikortól érezhető a fogászatban a hatása a járványnak? Norvégiában ugye március 13-ától volt ez a leállás. A Svédországhoz képest mi teljesen más taktikát követünk, tehát gyakorlatilag ugye egy leállás következett az azt követő időszakban, ami egészen április 20-áig tartott, amikor is ugye közzétették ezeket a guideline-okat, ami szerint ugye folyamatosan nyithattunk újból. Ebben az időszakban nekem összesen 3 betegem volt, ugye a munkaidő legnagyobb részét azt tette ki, hogy a betegekkel ugye telefonon konzultáltunk, adott esetben antibiotikumot, illetve erősebb fájdalomcsillapítót, ha úgy adódott, írtunk föl nekik. A fertőzés gyanús, illetve a fertőzött betegek ellátása ebben az időszakban pedig az állami szektorban történt. Melinda, dr. Ecsedi Heckner Melindát kérdezem, hogy ugyanazt tapasztalta, amit a dr. Bakúcz Márton Németországban, vagy önök más módon jártak el itt a vírusos időszakban? Igen, Németországban tartományonként más rendelkezések érvényesek, de hasonló módon folyt nálunk is ez a folyamat. Az iskolák március 13-án rendelték el, hogy be fognak zárni, március 17-től. Március 16-án délután kaptunk egy körlevelet, amiben szerepelt egy ajánlás arra vonatkozóan, hogy a rendelők lehetőleg napi 2 órát tartsanak nyitva, és ez alatt a sürgősségi ellátást feltétlenül igyekezzenek biztosítani. Nekünk az volt a szerencsénk, illetve gondolom, hogy ez minden berlini rendelőkben így volt valószínűleg, mert tudomásom szerint nagyon kevesen voltak azok, akik ténylegesen szüneteltették a rendelést. Tehát a szerencsénk az volt, hogy az itteni higiéniás tervnek megfelelően kellett tartani a rendelőben már FFP2-es maszkot tuberkulózisos betegek kezelésére, mert itt a védőoltás, az a BCG oltást nem kapják meg a gyerekek, és emiatt ezt ugye a raktáron mi is tároltuk, de a fiók mélyéről vettük aztán elő, és 4 darab ilyen maszkunk volt. Úgyhogy azzal kezdtünk el dolgozni a rendelőben, 4-en vagyunk. Azzal el tudtunk kezdeni, és hamarosan megjelent a Robert Koch intézetnek egy állásfoglalása arról, hogy az FFP2-es maszkok beszerzés hiányában többször is felhasználhatóak. Nyilván a megfelelő kontamináció betartása mellett erre egy több pontos leírásban összefoglalót írtak, hogy természetesen mire kell figyelni, ugyanaz a személy használja, hogyan vesszük le ezt a maszkot, hogyan tároljuk, hogyan szárítjuk ki. De ez maximum 2 napra javasolt, illetve megengedhető, hogyha tényleg nem sikerül beszerezni. És onnantól kezdve ugye megindult a vadászat mindenhonnan, építési áruházakból, ahonnan korábban viszonylag alacsony áron be tudtuk szerezni ezt, onnan minden fel volt vásárolva, úgyhogy az internetről, illetve egy szerencse folytán tudtunk még beszerezni többet, amivel azóta is dolgozunk, és ezt mi a saját rendelőben én úgy alakítottuk ki az asszisztenseimmel,
hogy az FFP2-es maszkra ráveszünk egy eldobható maszkot, tehát ezt az egyszer használatos egyébként is használt és raktáron lévő szájórmaszkot. És belehívzik lassan a nevüket, nem? Tehát most, ha jól hallom, akkor itt majdnem olyan, mint amikor mindenkinek névre szóló maszkja van, olyan kevés van belőle elérhető. Az FFP2-es maszkok azok tényleg ilyen módon vannak használatban, viszont ráhúzunk a kontamináció miatt egy sima maszkot, ami teljesen lefedi. Tehát ezen felül védőszemüveget és védőpajzsot is hordunk, és a fejünkön is van egy védő. Úgyhogy így tudtuk aztán folytatni a rendelést. És hát, hogy hogyan tovább, arról mindjárt beszélünk, viszont gyorsan még Franciaország és Ausztria hátra van a listámon, oda még elutazunk. Dr. Piot Dénes hangát kérdezem, hogy Franciaországban mikortól indult idézőjelesen a járvány, mikortól érezhető ez a fogászatok életében? Jó estét kívánok! Nálunk 16-án, március 16-án kaptunk egy köri e-mailt az orvosi kollégiumból. Tudom szerint a mai napig nincsen a kormány által rendelet kiadva, hogy a rendelők be kellett zárjon az időszak alatt. A vész állapot május 1-én ott, tehát mi is május 1-től hétfőtől tudunk dolgozni, hogyha van megfelelő védőfelszerelésünk. Mert három napra nyitását az orvosi kollégium kibocsátott egy ideiglenes protokoll, amivel jó részletesen le van írva, hogy mind lehet dolgozni. Ez alatt az idő alatt, tehát március 16-a és május 11-e között gyakorlatilag az összes fogorvosi rendelő be kellett zárjon. Mi telefonon biztosítottuk a sebességeket, és az orvosi kollégium körülbelül 10 napot meg tudta szervezni, hogy legyen sürgősségi ellátás. Az egész megyében 5 vagy 6 rendelő működött, ahol csak orvosok dolgoztak kettesére. Mi minden reggel 9 és 12 között pacienseket szűrtük, úgymond, és a sürgősnek gondolt esetek továbbítottuk a második regulátornak, hívósnak, aki ismét kérdezte őket, hogyha tényleg sürgőség volt, akkor délután ellátásra tettek, de ez nagyon döcögősen ment, és az urakezdés is május 11-e óta döcög, megfelelő lehetőségünk sincs beszerezni a védőfelszerelést, akármilyen mobili összeg rendelhetünk akár onnan, mert egyszerűen nem tudják a határon áthozni a védőfelszerelést, hogy nincsen impossible egy kicsit. Ausztria egy nagyon izgalmas ország abból a szempontból, hogy a miniszterelnök Magyarországon mindig azt mondja, hogy Ausztriát figyeli, ami az, ami Ausztriában történik, és próbálja azt a ritmust, azt a lépést, amit Ausztria diktál, ő is valamennyire ilyen irányvezetőnek tekinteni. Tisztelettel kérdezem dr. Felkai Tamás, aki Ausztriából jelentkezett be, hogy Ausztriában hogy indult a járvány, és most nagyjából hol tart? Mert hogy nyilván, ha Ausztriában valamit lehet, akkor valószínűleg Magyarországon is hamarosan eljön ennek az ideje. Úgy legyen. Ausztriában szeretném mutatni, hogy a szituáció rendben most vagyunk, amire senki nem volt beszélni. Ez a színes csokra intézkedésnek ez teljesen érthető ki, hogy kezelte a dolgot. Országra, a vérmérsékletre jellemzően. Ausztriában az első konkrét legyek, az első értesítést az orvosi kamara részéről, fogorvosi kamara részéről március 17-én kaptuk, amiben az áll, hogy az egészségügyi miniszter március 15-én elfogadta a fogorvosi kamarának az ajánlása, ami indirekt azt jelenti, hogy a fogorvosi kamara már korábban dolgozott ezen a témán, mely szerint nem azt ajánlják, hogy lehetőség szerint csak
sürgősségi eljárást folytassanak, illetve szájhigiéne és profilaktikus kezeléseket továbbiak ne folytassanak. Metódusok nem voltak megadva, hogy aeroszol, nem aeroszol, nem mentek bele ennyire a részletekbe, meglehetősen szabad kezet adtak mindenkinek, mint ahogy abban is, és ez engem az elején egy kicsit zavart, és megzavart, hogy nem igazán voltak semmiféle fajta kijelentések és megadások, pusztán arról volt szó, hogy ők ezt ajánlják, de rögtön hozzátették azt, hogy mindenki azt csinál, amit akar, igaz, hogy a saját zsebére és a saját felelősségére. És eleinte ez engem egy kicsit bosszantott, mert ugye az volt a helyzet, hogy hát a betegek nem tudták, hogy jöjjenek, ne jöjjenek, és én meg nem tudom, hogy mit mondjak a betegeknek. Ha azt mondom, hogy én bizony bezárom a praxist, akkor azt mondják, hogy a fene egyenek, pedig én megjöttem volna. Hogyha azt mondom, hogy jöjjenek nyugodtan, és utólag kiderül, hogy nagyobb baj csinálok, mint kellene, akkor meg az a baj. Egy kicsit egyedül hagyva éreztem magamat. Aztán, ahogy változtak az idők meg a napok, rájöttem, hogy tulajdonképpen ez taktikailag nem volt érdekes a részéről. Főleg akkor, amikor meghallottam, hogy Magyarországon rendeletileg bezárták a rendelőket. Tehát itt mindenkinek egy kicsit a saját lelkismeretére és józan eszére bízták azt, hogy folytatja a kezelést vagy nem. Ez én saját személyes tapasztalatom, ezért akkor befejezni az időrendi sorrendet. Húsvét előtt már oda nyilatkozott a kamarának, legalábbis a tartományi kamarának az elnöke, hogy hát azért nem csak a sürgősségi ellátásokat kéne most már csinálni, hanem egyéb folyókezeléseket is, amit tényleg szükséges, azt folytatni kéne. És pár nappal ezelőtt jött egy szintén egy körlevél, amelyben a fogorvosi kamara és ajánlások betartása mellett, de mindenki kezdjenek teljes mértékben dolgozni. Szóval itt is ajánlások voltak, és ezek az ajánlások azért eléggé jól találkoztak az érdekekkel. Azt kell tudni, hogy az én rendőröm az kizárólag fogszabályozással foglalkozik, ebből kifelé egy kicsit más. De hát ugye nálunk is vannak sürgősségi esetek, és hát az első napokban egészen pontosan 18-án, 17-én vagy 18-án végighívtuk a betegeinket, megkérdezni, hogy ki az, aki mindenképpen akar jönni, és 99%-ban azt mondták a betegek, hogy köszönik az értesítést, hogy inkább nem jönnének. Tehát itt a betegek szabályozták azt, hogy a praxis mennyire tud az működni, és mennyire nem. Úgyhogy három hétig nálunk ilyen napi két órás elsősegélynyújtási rendelés volt, ami azt jelenti, hogy a két órában talán egy betegbe esett valamilyen ortodonciai sürgősségi problémával, de egyszerűen nem volt bejelentkező. És a 3-4 hét után kezdtek el a betegek mocorogni, hogy hát most már nekik egy kicsit elegük van ebből az egészből, és hogyha lehetne, akkor folytassuk. Tehát a kamarának az ajánlásai azok viszonylag jól követték a betegeknek az igényeit, és most már gyakorlatilag két hete, hogy úgy mondjam, teljes gőzzel dolgozunk, ami ugyan nem egyéb dolgokat, mert itt is voltak ajánlások, de az ajánlásokon belül is, hogy is mondjam, a józan eszet hagyták előtérbe kerülni, és semmiféle fajta olyan extrém jellegű ajánlást nem tettek, ami el lehetítette volna a munkavállalást. Hát akkor ehhez képest nézzük meg, hogy Magyarországon mi volt az agenda, és hogy jöttek egymás után az események. Volom doktort kérdezem, hogy segítsen nekem, hogy mikor is volt az a bizonyos emmi rendelet, amikortól, hogy tetszik, a magyar fogászatot leállították, legalábbis mindent, ami nem sürgősségi. És aztán rögtön Volom doktornak szegezném a kérdést, hogy itt már hallottunk néhány kollégától arról, hogy milyen szabályzókat vezettek be az egyes országokban. Ugye a mostani emmi rendelettel
pontosan az EMI levélhez, amit május 1-e előtti éjszakán küldtek, egy mellékletet is csatoltak, amivel pedig leírták, hogy mi ez a protokoll, amit a szakmai kollégium jónak gondol a járvány kezelésére, vagy a járvány időszakára. Ezzel kapcsolatban is rögtön kérdezném a véleményét, hogy mint a témát egyébként alaposan körbejáró szakember, mit gondol, ez a protokoll köszönő viszonyban van-e azzal, amit ténylegesen csinálni kellene? Holom doktoré a szó. Köszönöm szépen. Március 17-e volt ez a bizonyos nap, amikor megjött ez a rendelet. Én borzasztó rossz vagyok a dátumokban, de valahogy ez úgy belém égett, mert úgy éreztem, hogy ez egy sorsfordító pillanat. Hát azóta sok változást megértünk itt az eljárásrendben. Én őszintén megvallom, hogy lassan már követni se tudom annyit a módosítás, de én azt gondolom, hogy a legutolsót néztem, hogy az azért egy egészen biztonságosnak tűnő metódus. Hát nyilván ugye ebben is nagy változások vannak. Egyik nap előírják a PCR vizsgálatot az elektív kezelésben résztvevőknek, a másik nap ezen változtatnak. Tehát én azt gondolom, hogy én a magam részéről egy kis kivárással fogadom ezeket a híreket, és nem ugrok rögtön rá minden ilyen, hogy is mondjam, csak hírre vagy módosításra. Mi itt a rendelőben egy viszonylag szigorú protokollt követünk. Azt gondolom, hogy ebből baj nem lehet, de érzem azt is, hogy ezt az ilyen maskarába való bebújást, ugye, ahogy Tamás is említette, szóval ezt nehéz hosszú távon csinálni. Ez mentálisan is rosszulhat a fogorvos kollégákra is, és a páciensekre is. Hogy aztán hová fog kulminálni? Az én véleményem az, hogy alapvetően semmit nem tudunk jelenleg erről a vírusról. Mondjuk úgy, hogy havonta komolyan upgrade-elődik a tudásbázis, hiszen egy márciusi keltezésű cikk a Nature-ben a klorhexidint például, mint fertőtlenítőszert a Covid-dal szemben alkalmatlannak ítéli. Egy hónappal későbbi Lancet cikk, ahol nagyon alaposan körbejárták ezt a témát, már igenis azt mondja, hogy működőképes. Tehát azt gondolom, hogy ez is egy probléma, hogy nem egy jól bejáratott fertőző ágenssel van dolgunk, hanem egy totál ismeretlen kis gonoszkával, és folyamatosan változik az a tudás is, amit róla birtoklunk, és ennek fényében fogjuk majd módosítani a protokolljainkat. Na azt látom, hogy a mentális komponens nagyon fontos, tehát egyre nehezebben viselik az emberek a bezártságot. Ez természetes is. Hát minden ember természetes tulajdonsága az, hogy szeret más emberek társaságában korlátozások nélkül tartózkodni, és ettől foszt meg minket egy jó kézrázás, egy ölelés örömétől. Most érezzük ezeknek a hatalmas fontosságát, ezek összetartó kapcsok köztünk. És én talán azt gondolom, hogy nem a fertőzés elkapása a legszörnyebb veszély, ami a társadalmakra jelentkezik túl a gazdaságin, hanem az, hogy az emberi kapcsolatok fognak ilyen módon erodálódni, és ezt nagyon szomorúnak tartom, de remélem, hogy kivágunk belőle egy nap. Picit akkor lapozunk a praktikum irányába. Milyen eljárásrendi változások történtek? Ugye ez az egyik alapkérdésünk a mai beszélgetésben, és többen már elkezdték pedzegetni ezt a témát, hogy hol milyen szabályokat vezettek be, vagy hol milyen technológiát kezdtek el használni. Arra lennék inkább kíváncsi, hogy mit gondolnak, mi az, ami ebből megmarad. Tehát egyszer túljutunk ezen a járványon sújtott időszakon, és nagyon sok beszélgetésben hallom azt kollégáktól, szakemberektől, hogy ugye a 80-as években Magyarországon még gumikesztyű nélkül zajlottak a beavatkozások, aztán a HIV-vírus megjelenésével gyakorlatilag hirtelen mindenki normál esetben is gumikesztyűt húzott, és annak ez elképzelhetetlen volt, hogy gumikesztyű nélkül nyúlnak a pácienshez. Aztán szép lassan változott a világ, és most itt van ez a járvány, amikor egy egészen magas védekezési szintet kellett bevezetni,
hol magasabbat, hol kevésbé magasat, hol előírták, hol pedig ajánlásokat tettek. De mit gondolnak, mi az, ami megmarad ebből, és hogy fogjuk mondjuk holnap, holnap után 2021-ben a pácienseket fogadni, mi lesz a védekezésnek a megfelelő napi operatív működésben vállalható szintje. Most is körbe mennék az országokon, kezdjük Lengyelországgal. Dr. Táncas István kérdezem, hogy ott van-e előírás, amit be kell tartani, tehát amitől nem lehet eltérni, ha van, akkor mi ez, és mit gondol személyesen, mi az, ami meg fog maradni a mostani magasabb védekezési színből? Oké. Hát itt Lengyelországon nincs semmilyen előírás, csak ajánlások vannak. Az orvosi kamara, vagy pedig a minisztérium is csak ajánlásokat adnak. És hát szerintem már azóta, amióta a járvány is van, minden héten más újdonság, meg mindig egymással teljesen antagonista véleményeket adnak ki, úgyhogy hát szerintem ez igazán nem tudjuk, hogy mégis mi lesz végül, mert hát ugyanúgy, mint régen is, a HIV meg mindenféle más járvány volt, és mi a fogorvosok soha nincs rá sehol leírt eset, hogy mi ezt tovább vittük volna, és ugyanígy a fogorvosi rendelőben bármilyen járvány átadást nagyon nehéz lenne bebizonyosítani, mert sokkal könnyebben elkaphatja valaki az üzletbe, vagy bárhol máshol is, mint a rendelőben, ahol tényleg minden higiénikus környezetben van csinálva, meg előtte, utána minden dezinfekálva van, úgyhogy igazán mindent úgy csinálunk, mint előtte, csak mondjuk most maskarába öltözünk. De megmarad a maskara? Mit gondol István, meg fog maradni a maskara? Nem, szerintem nem. Még szerintem egy-két-három hétig, egy hónapig esetleg, és utána már biztos, hogy nem. Mert ez igazán nehéz több mint 4-5 órát kibírni a overallban, meg aztán köténybe, meg köpenybe, meg maszk. Nálunk FFP3-as maszkot mondják, hogy csak abba lehet. Ugyanúgy még a higiénikusok is már most már azt mondták, hogy dolgozhatnak, csak nem szabad homokot használni. De ultrahanggal lehet, de szerintem ez ugyanaz. Mert azt mondják, hogy a levegő által nem lehet továbbadni, csak csöppfertőzés lehet. És ezért azt is azt mondják, hogy most már a UVC lámpákat is, hogy ez tulajdonképpen csak a levegőt tudja sterilizálni, de a felületeken viszont nem. Ott, ahol vízes felület van, hogy azt nem. Úgyhogy minél többet mindig, minden héten mondják, hogy ez se jó, az se jó, és tulajdonképpen nem tudjuk, hogy mi marad belőle. Lehet, hogy pont úgy fogunk dolgozni, mint előtte. Menjünk tovább akkor. Zok Mártát kérdezem Belgiumból. Ott van előírás, ha van, mi az, és mit gondol, mi marad meg a mostani magasabb szintű védekezésből a hétköznapokban? Nálunk a maszk az kötelező, erre mi is ráveszünk egy sima sebészi maszkot, ezen felül a sebészi köpeny, sebészi sapka, arcvédő pajzs, szemüveg, és eleinte 6 óránként kellett, 6 órát kellett kihagyni két paciens között aeroszol alkalmazás után, most egyet. Hát szerintem ez a szellőztetés megmarad, az arc, pajzs és a maszk egy ideig még biztosan. Én a maszkot érzem nagyon nehéznek. Az nagyon nagy benyomatot hagy az arcon. Bocsánat, Németország mindig nagyon akkurátusan betartott mindenféle szabályt, viszont tartományonként hallottam eltérnek a szabályok. Bakucz Márton kérdezem, hogy ahol ő van, ott mi a szabály, és mi marad meg ebből? Szintén azt tudom mondani, hogy itt ajánlások voltak, konkrét szabályokat nem hoztak.
Ha általánosságban kell beszélni, hogy mi fog megmaradni ebből, azért én azt gondolom, hogy a privát praxisoknál nyilván az a feladatunk, hogy gondoskodjunk a páciensekről, de azért a privát praxisok gazdasági értelemben véve vállalkozások, tehát ez attól is függ, hogy a páciens, tehát hogy ez a páciensektől is függ, hogy mit adnak ki, tehát mit tudnak kiadni azért, hogy ezek megmaradjanak ezek a dolgok, amiket csináltunk. Tehát ezek a plusz védelmet jelentő intézkedések. Viszont, hogyha nem általánosságban kell fogalmaznom, hanem mondjuk itt a praxisunkban, mi itt beinvestáltunk egy ilyen UV, amit a kollega is említett az előbb, egy ilyen, nem is egy, hanem minden kezelő teremben egy ilyen UV lámpa van, ami légfertőtlenítést próbálja elősegíteni, tehát ez maradni fog, mert ez be van építve. Írországot nézzük meg, két kollégát is kérdezek akkor Írországból, dr. Kisznye Sándort, illetve dr. Róka Antalt. Mit gondolnak, mi fog megmaradni azokból a magasabb szintű szabályokból, amik most vannak érvényben, és mik azok, ott is azt hiszem inkább ajánlások vannak, mit gondolnak, hogy fogják végezni a munkájukat ezután? Kisznye doktor? Én azt gondolom, hogy az aeroszol termelő beavatkozásoknál az FFP2 maszkuk még egész hosszú ideig maradni fognak. Az összes többire pedig, hogyha szabály lesz, akkor be fogják tartani. Én azt gondolom, hogy a paciensek a lábukkal fognak szavazni. Mégpedig úgy, hogy eldöntik, hogy mi az, ami nekik elég. Én azt tapasztalom, hogy folyamatosan azt kérdezik a visszatérő paciensek, most úgy tervezzük, hogy 19-től mi elindítjuk a rendelést, hogy kellően biztonságos-e. És ezt a paciens fogja eldönteni, hogy mi az, ami neki elég. Melyik az a rendelő, amit ő választ, ahol be vannak öltözve, vagy ahol nincsenek beöltözve. Értem. Dr. Róka Antal? Igen, hát egyet értek én is. Tehát én onnan közelíteném ezt meg, hogy mi most azt próbáltuk itt a héten valahogy fölmérni, hogy az újranyitásnak az esetleges rizikója mi lehet. És például egy apróságra hát találtunk, hogyha esetleg kontamináció történik, és a páciens a kezelés után gondolva, hogy itt kapta el a vírust, beperelni, ugye mégiscsak egy claim culture-ről beszélünk Írországról, Angliából, hogy ez mit jelent ránk nézve. Ugye, ahogy Valon doktor pont említette itt az előbb a science mögötti dolgokat, csak egy rövid dolog, de március 17 a Szent Praktik napja itt Írországban, a legnagyobb ünnepük, úgyhogy ha ez a dátum, ez nagyon egyszerűen megjegyezhető. Szóval például a biztosítónk azt mondta, hogy ha a váróban történik az esetleges vírusnak az elkapása, akkor egy teljesen más szituáció, mint a kezelő helységben történik. Szóval egy ilyen apróságra is ki kell térni, és ennek megfelelően például a váróteremben abszolút most már másféle setupunk van, betartva ugye a social distancing, physical distancing részeit. Itt mi nem másfél métert, hanem 2 métert alkalmazunk. Szóval ezek biztos, hogy megmaradnak. Tehát egyrésztről ugye más a recepciós oldalról, más is a kezelések oldalról is sokkal szigorúbbak kell magunk felé, hogy legyünk, hogy megvédjük magunkat is, és nyilván a pácienseket is egyaránt. Tehát biztos vagyok benne, hogy a protekció, amit részünkről alkalmazunk, a maszkok, shieldek, szemüvegek is, és ezeknek muszáj, hogy megmaradjon, de szerintem ez lassan ki fog kopni. Én úgy számolok, hogy év végéig van ez a pandémia, most pandémiában vagyunk, és ugye 100 éve nem volt egy ilyen dolog, tehát ezt is figyelembe kell venni. Tehát év végéig tervezünk, és majd utána meglátjuk, hogy mi az, ami a napi viszonylatban megmarad. Melindát visszakaptuk, úgyhogy rögtön neki szegezem a kérdést, hogy amire ő jár Németországban, ott mik azok a szabályok, amiket bevezettek, ha önmaguknak vezették be, akkor önmaguknak, ha felülről kapták felülről, illetve mit gondol, mi az, ami megmarad ebből a napi gyakorlatban az önök praxisában? Én szerintem minden fogorvos és rendelő egyénileg fogja eldönteni, hogy mi az, amit a javaslatokból követ és hosszú távon alkalmaz. Valószínűleg, hogy azok a recepciók, ahová kerültek plexivédők, azok megmaradnak. Mi a váróból is eltávolítottunk ugye mindent, még március 16-án reggel,
minden játékot és minden újságot. Úgyhogy ezt is mi betartjuk. Valószínűleg, hogyha az én tippem szerint, hogyha megérkezik a védőoltás, akkor előfordulhat, hogy változik a helyzet. Ami a védőfelszerelés tekintetében biztos, hogy az én részemről megmarad minden, inkább kiegészül, viszont én abban látom a változást, hogy valószínűleg egyre több kezelést fogunk tudni majd alkalmazni biztonságosabban. Egyelőre javasolt az aerozolos beavatkozásoknak a legalábbis csökkentése, illetve a lehetőleg elkerülése. Ezért reneszánszát élik a kézi okkeltávolító műszerek, szkrélerek, kürettek. A kofferdám használata az valószínűleg most gyakrabban fog hatályba lépni, illetve alkalmazásra kerülni. Illetve a kikérdezés és az idő, amit ráfordítunk a betegekre, ami egyértelműen már a telefonos időpontegyeztetéskor is meghosszabbodott, az bizonyára így lesz, és így is marad szerintem, csak lehet, hogy több gyakorlatunk lesz benne, és a betegek is hozzászoknak ehhez. Egyelőre a betegek örülnek, hogyha társaloghatnak és beszélgethetnek, akár a személyzettel, akár ugye velem, a kezelés előtt után. Körülbelül húsvét után, május elejétől kezdve érezni azt, hogy a betegek is nagyobb nyitottsággal fordulnak a rendelőhöz. A húsvéti idő előtti időszak az volt inkább egy zárkózottabb a betegek részéről. Tehát a lényeg az, hogy a javaslatok alapján mindenki egyénileg, és attól függen, hogy a betegek a kikérdezés alapján fertőzött gyanúsnak tűnnek-e, vagy fertőzöttek-e, tehát egyénileg fogja mindenki ezt magának eldönteni. Akkor rögtön kérdezem a dr. Leihert Nórát Romániából, aki a katonai szót belefűzte a mondatába, tehát azt hiszem, hogy jól hallottam, hogy a katonai utasítást kaptak, hogy mit is kell csinálniuk. Önöknél is ilyen javaslatszintű az, hogy hogyan kell védekezni, vagy itt nagyon szigorúan a szabályokat vezettek be Romániában? Ezt is mondtam az elején, hogy javaslat szintjén vagyunk még, nem jött meg az országos rendelet, és holnaptól már elkezdhetnénk tulajdonképpen dolgozni. Javaslatok alapján, tehát itt is az aeroszol kezelésére UV-lámpát javasoltak, és gőzlik sterilizálót a kémiai felületi fertőtlenítést kiegészítve. Ugyanúgy a szellőztetés, meg az 1-2 órás paciensek közti szünet, és javasolják a kezes-lábas overall viselését. A gond az, hogy még a paciensek számára is, hogyha végzünk egy számítást, most én euróban próbálom akkor ezt meghatározni, hogy 3-4, illetve van, hogy 7-szeres áron tudjuk megvenni most már a sebészmaszkokat és a kesztyüket, de hogyha a paciensenként ezt a prevenciós csomagot külön föl kell számolni, ezt az egyszerhasználatos ruhát, fejvédőt, lábvédőt, akkor az olyan 15-30 euró körüli összeg lenne paciensenként, amire még rátevődik a kezelés, attól függően, hogy honnan sikerül beszerezni. De ez egy olyan országban, ahol a minimál átlag nettó bér 300 euró körül van, nem tudom, hogy meddig lehet ezt még csinálni. Még azt szerettem volna mondani, hogy ebben az országban, annak ellenére, hogy a BCG oltás az ajánlott, és adják is, mégis egyre több a TBC fertőzött. Úgyhogy én annak örülök, hogy eddig nagyon sok mindent mi fogorvosok megúsztunk. Azok közül a prevenciós javaslatok közül, amiket most kötelezővé, vagy kötelezőbbé, vagy javaltabbá tettek, én szerintem az arcpajzs és a maszk az sokáig meg fog még maradni. Valószínűleg az aeroszol képződés miatt a ruha is, az UV-lámpát nálunk már régóta használják, és szerintem ezután is megmarad.
Nóra kinyitotta egyébként a témát, kiengedte a szellemet a palacból, mert ezáltal a következő kérdésem, hogy mennyibe kerülnek majd ezek a új eljárásrendnek az eszközei. Úgyhogy akkor, aki szeretné hozzátenni, bátran fűzze is hozzá. Dr. Kovács Tamást gondolta megszólítani következőnek Szerbiából, hogy Tamás, mit gondol, mik lesznek azok a szabályok, amiket kötelező lesz Szerbiába betartani, és mik azok, amiket meg fognak tartani a jövőben? Szerintem nem nagyon egyszerű lesz a helyzet, mert az ország szegény. Tehát ebben az országban ugyanúgy körülbelül 300 euró az átlagfizetés, egy privát rendelőben átlagos tömés ár 20 euró 25. Tehát ebbe nem fér bele sehogy se védekezés. A másik dolog, itt állami intézmények vannak nálunk, ugyanígy van a fogászat, és nálunk a privát és az állami praxis teljesen szét van választva. Állami helyeken, az állam, tehát ha hoznak egy rendeletet, akkor azt elsősorban az állami helyen kell betartani. És mivel ott annyira nincsen anyagi keret erre, ezért nálunk rendelet biztos, hogy nem lesz. Nálunk marad az ajánlás az ugyanúgy, mint bármelyik másik országban. FFP2-3 maszk, arc, pajzs, beöltöztetünk mindenkit, stb. És valójában szerintem ma se a rendelők 95%-ában töredéke van ennek alkalmazva. Úgyhogy nálam egyszerű a helyzet, kétszékes rendelő, egymagam vagyok fogorvos, kicsi rendelő, mi bezárjuk az ajtót, itt az emberek hozzászoktak, hogy a bank előtt várnak, a posta előtt várnak, mi minden üzletbe, azt hiszem, hogy 10 négyzetméterre mehet be egy ember, úgyhogy vannak kis üzletek, ahol egy személy bement, jön a következő ki, zárt ajtó, belép a páciens, van egy lábfertőtlenítés, egy nátriumhipoklorítos szivacson, utána egy használatos ilyen lábvédő, kézfertőtlenítés, beavatkozás előtt hidrogénperoxidos szájöblítés, és ez nekem őszintén így jó is, mert nincs átmászkálás a rendelőn, nem járkálnak be, kicsivel megtoltam tehát a szüneteket a páciensek között, én át tudok menni az egyik székről a másikra, addig az asszisztens elkészíti, még én beszélgetek vele, én koffernem alatt dolgozok 10-valahány éve, az szerintem többet jelent, mint bármi maszk, stb., mert ha én felrakom a kofferdámot beavatkozás előtt indulásba, és én ezt így végzem 10-valahány éve, a tömést úgy fúrom ki, endodonciát, mindent úgy végzek, tehát valójában a sebészeti beavatkozások, meg a protetikai csiszolások azok, amik gondosabbak ilyen szempontból. A többinél, a kofferdámnál szerintem jobb izoláció nincsen. Tehát nincs az a maszk, ami megvéd engemet, hogyha egyszerűen a páciens száját kizárom. Úgyhogy én ez mellett fogok szerintem maradni, túlzásba nem fogom vinni. Beográdi nagy, mondanám, fancy rendelőkbe, ahol sok szék van, nagyon szép rendelő, nagyon nagy befektetés. Ott persze csináltak ilyen videókat, hogy mi mindent betartunk, sterilizálunk. Hát eddig is sterilizáltunk, eddig is autoklávban egy 10 éve minden, ezután is ott fog. Tehát én nem látom nagyobb gondnak ezt, mint a hívet, vagy bármi mást, hogyha ott nem félek, hogy megszűrjük magunkat, hogy átvisszük az egyik páciensről a másikra. Nem tudom, mi egy picit meglepő lazábban fogjuk fel, ez a Balkának köszönve, de itt biztos, hogy rendelet meg törvény nem lesz ebben az országban 100%. Dr. Viski Szabolcsot láttam nagyon bólogatni, amikor a Tamás elkezdte a gondolatívét. Mi volt, amivel annyira egyetértett? Hát mondhatom, nagyjából mindennel. Spanyolországban gyakorlatilag nincs állami ellátás a fogászati terén, úgyhogy az összes fogászati rendelő valamilyen szinten magán vagy magánbiztosító üzemelteti, tehát szabályokat nem is lehet hozni emiatt, mert nem tudják betartatni a szabályokat. Egyet kell értsek Antallal is, aki azt mondta, hogy valószínűleg pár éven belül, egy-két éven belül ki fog kopni ez a nagy védekezésmánia. Másrészt egyet kell értsek Nórával is, aki azt mondta, hogy egy nem túláradott fogászati rendelőbe kezelés árában nem fér bele ez a rengeteg felszerelés, amit akár a orvos, akár a betegnek használnia kéne. Úgyhogy szerintem mindent elmondtak előttem, amit én itt szerettem volna elmondani. Dr. Gilles Esztert kérdezem Olaszországban, hogy mit gondol, mint az egyik gócpont, ugye ott azért csak a bőrükön tapasztalják, hogy egy ilyen járvány mekkora sebet tud ejteni a hétköznapokon, és hogy riogatják a világot most, hogy ez csak az első járvány a sok járvány közül.
Vajon milyen szabályok lesznek a jövőben, amiket majd muszáj lesz betartani, vagy mit gondol, mi az, ami megmarad a mostani védekezési szintből Olaszországban? Szerintem nem fognak kikopni ezek az eszközök. Szerintem egy új korszak fog elkövetkezni, és én ennek egyrészt örülök, mert eddig rengetegszer előfordult, hogy lázas betegek jöttek, és nem küldhettem el őket, mivel magárendelőben dolgozom, és úgy jöttek a lázas betegek hozzám, mintha nekem tettek volna szívességet, hogy ők eljönnek. Úgyhogy ennek örülök, hogy van ez a telefonos kikérdezés is, hogy például lázas betegek már nem jönnek. Örülök az FFP2-es maszkoknak is, pár dolognak, én tényleg nagyon örülök, viszont vannak olyan intézkedések, mint például, hogy nem lehet majd használni a légkondit, az szerintem egy kicsit túlzás egyenlőre. A többi országban úgy hallottam, hogy ezt nem hozták be, ezt az ajánlást, hogy nem lehet használni a légkondicionálót. Nálunk a légtisztító berendezésekre azt mondják, hogy nem érnek semmit, úgyhogy ezt pont az Egészségügyi Minisztériumnak a honlapján is írják, hogy senki ne vegyen semmiféle ilyen légtisztító berendezést, mert semmiféle nem támasztják alá a tudományos szaklapok. Úgyhogy szerintem meg fognak maradni ezek az eszközök, bár szerintem az overall nem fog megmaradni, mondjuk nálunk nem is ajánlják az overallt, hanem egy vízlepergető köpeny is elég. Nem lesz ez a túlzott beöltözés, átöltözés, mert én mielőtt visszamentem dolgozni most múlt héten, igazából kerestem protokollokat, és akárhány szakmai társaság van, annyiféle szakmai protokollt találtam, és mindegyik teljesen különböző beöltözést ajánlott, úgyhogy igazából ki se lehet rajtuk igazodni, hogy melyik lenne az ideális. Úgyhogy egy aranyközépútat kellene megtalálni, szerintem mindenki meg fogja találni előbb-utóbb, de valami biztos megmarad. Norvégiába utazunk gyorsan. Dr. Molnár Anikót kérdezem, az arany középút mi lesz Norvégiában? Mit gondol? Egyrészt van-e olyan szabály, amit mostantól be kell tartani, és mi az, amit gondol, hogy ebből meg fog maradni? Illetve hát nyilván nehéz elmenni amellett, hogy elhangzott Dr. Kovács Tamás mondta, egy Szerbia szegény ország, idézem szó szerint. Norvégiáról azért ritkán szoktuk azt mondani, hogy szegény ország lenne. Mit gondol, van ebben, lesz ebben különbség a két ország között? Vagy ha lesz, akkor mi lesz? Szóval ajánlások nálunk is vannak, ugye kötelező érvényes szabályokat így nem kell letartani. Az eddig elhangzottokon kívül igazából újat nem tudnék hozzátenni. Az egyik az, hogy amit még a higiéniás felárhoz tennék hozzá, tehát nyilván mi is felszámoltatunk egy bizonyos összeget ugye a kezelések végén. Ez tulajdonképpen fair, úgy gondolom, tehát többek között a fodrászok is bevezették ezt, nyilvánvalóan ez nem felezi úgymond azt a költséget, amit ugye védőfelszerelését, stb. Kell költenünk. Az állami szektorban biztosan tudom, hogy ott nem számolnak fel ilyen, úgymond ilyen higiéniás felárat. Nyilvánvalóan ugye itt jön szóba az, hogy Norvégia ugye azért tehetős ország, tehát hogy azért teljesen más a rendszer. Én azt gondolom, hogy ami ebből megmarad, és remélem, hogy megmarad, egyrészt az, hogy jobban ki fogjuk kikérdezni a betegeket. Én bízok abban, hogy ezek a videós konzultációk a jövőben egyre elterjedtebbek lesznek. Egy párszor már mi is csináltuk, és azt gondolom, hogy ez nagyon jó volt, mert ugye a betegnek ugye nem kellett bejönni a rendelőbe. Meg hát nyilvánvalóan a kofferdámot tudnám én is még említeni, hogy remélem, hogy még jobban. Ugye elterjedt lesz a jövőben is. Dr. Felkai Tamást kérdezem tisztelte, hogy. Továbbra is csak azt tudom mondani, hogy a sogoroknál, ami történik, az idővel azért látjuk Magyarországon is. Ő mit gondol, mi az, ami megmarad a mostani emelt szintű védekezésből Ausztriában, és mi az, amit egyébként üdvözöl, hogyha megmarad? Ausztria valahol középen fekszik Németország és Magyarország, vagy Németország és Olaszország között, és az itteni embereknek a vérmérsékleten is megmarad. Szóval nem olyan feszesek, mint a németek, nem olyan lazzák, mint az olaszok, és nem olyan hektikusak, mint a magyarok. És ez itt most nagyon jól lejött. Itt elsősorban a józan észre alapozik mindenki. Konkrétan
Már március 17-én elküldött az itteni orvosi kamara speciális ajánlásokat a fogorvosi rendelők részére. Itt ebben mindenütt az áll, hogy hát a szokásos higiénés feltételeket kell betartani. Esetleg a felületi fertőtlenítést azt egy kicsit jobban kell erőltetni, és azt ajánlják, hogy a betegek, egyszerre jelenlévő betegek számát ritkítsuk. Ezen kívül semmi olyan nagyon különleges dolgot nem írnak le. Természetesen javasolják a szájmaszkot, hozzátéve azt, hogy hát igazából egy FFP3-as maszk lenne a jó, amit viszont egyrészt nem nagyon lehet kapni. A rendelők a fogorvosi kamarától hetente 2 darabot kaptak, mint támogatást. Elképzelhetjük, hogy ez mennyit ér. Azt is olyan 4-6 óránként cserélni kell, és hozzáteszik azt, hogy ebből viszont az ember nem kap levegőt. Aranyos mellékmondat van benne, hogy nagyon vigyázzunk a rendelőbe kihelyezett tiszteletlenül folyadékokra, mert ellopják őket, szóval ez olyan kis kellemes mellékmondat volt. De mindezeken belül itt az emberek józan eszére bízták a dolgokat. 25 perces telefonos interjú egy rendelő látogatás előtt, hogy a beteg hol jár, hol nem jár, mit csinál, mit nem csinál, nem ajánlatos. Cserébe a rendelő ajtajára az ember kiragaszt egy orvosi kamara által megfogalmazott táblát, amelyben az van, hogy kedves beteg, ki itt belépsz, ezt és ezt és ezt és ezt vett figyelembe. Tehát aki ezen kívül bejön, ennek ellenére bejön, aztán hiába kérdezem ki, le fogja tagadni, hogy ő ezelőtt 2 nappal sijárított Jóban, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy itt megint a minden embernek a józan eszére helyezik a hangsúlyt. Ami működik is, mert valljuk be őszintén, ha az ember itt a járvány alatt kiment volna az utcába, és az utcasarkokon halomba hevettek volna a hullák, akkor egészen más lett volna ennek a komolyan vétel a betegek részéről is. Itt a járványal kapcsolatos aggályok lecsengésben vannak, és ez a fogorvosi rendelő pedig szerintem lecsapódik. Tehát azt, hogy tetőtől talpig beöltözve olyan overallokba, amit gyakorlatilag minden beteg után cserélni kéne, különben én okozom a keresztfertőzést, ez gyakorlatilag nem kivehető, és a betegek se várják el. Hogyha a rendelőnek azelőtt megvolt a jó higiéniás képe, akkor ez most is megvan. Viszont visszautalnék Rópa kollégának egy félmondatára, jogi vonatkozásokra, ez nekem némi fejtörést okozott, hogy igen, de mi van akkor, hogyha a beteg arra hivatkozik, hogy nálam a rendelőben fertőzött meg, és én nem tartottam be az összes interneten és máshol felelhető földön túli kinézetű dolgokat. Aztán elkezdtem gondolkodni rajta, hogy azért az bizonyítani is kell a betegnek, hogy nálam fertőzött meg. Szóval ugyanúgy, ahogy ugye elvégeztem én egy tesztet is, de az a teszt az egy pillanatfelvétel. Honnan tudom, hogy másnap a beteg nem fertőzött? Tehát ezen az alapon a beteg milyen alapon állítja azt, hogy az érendelőben fertőzött meg. És ebben segít az, hogy a fogorvosi kamarának a higiéniás ajánlásait az ember betartja, azt amúgy is betartja, és ennél több nincs előírva. Itt rábízzák a kollégákra azt, hogy ki milyen plusz védekezésbe vezet be, amit értelmesnek találunk, bevezetjük. Tehát időpontra jönnek a betegek, eddig is időpontra jöttek. Most, ha olyan szituáció van, hogy 5 percenként lennének kontrollok, akkor azért azt beosztjuk, 2-3 beteg után tartunk egy 10-15 perces szünet, amikor mindent végül lehet elősen törölni, tehát ritkítjuk mi is a betegeket, a váróból mi is eltávolítottunk mindent, ami közhasznú, tehát itt tudom, hogy a kollégák védjegyét nem, mert abból mindenki elvesz egyébként, újságokat nem, kávéfőzés nincs. Úgyhogy ezeket az észszerű intézkedéseket betart. Viszont ez azért csökkenti a rendelőnek a atmoszféráját, és én szerintem ezek ki fognak kopni. Tehát ez a járvány ez az emberek fejében is egy idő után le fog csengeni, és vissza fogunk térni a normál kerékvágásba. Én szerintem az eddigi higiéniás intézkedéseket eddig is betartotta az ember. Tehát egy influenza járványos időszakban még az arc pajzs alá is vett maszkot,
ezek után is van. A aeroszolis munkákhoz mindenki szerintem hord valamilyen maszkot, mert senki nem szereti a kébétbe kapni azt, ami a beteg szájából kijön. Tehát ennél több extra intézkedést a betegek se várnak el, és valljuk be őszintén hosszú távon ez nem digitális. Viszont Molnár kolléganőnek volt egy mondata a digitalizálásról, ez igen, az erőtérben kerül. Tehát nagyon érdekes, hogy a jelenleg használatos digitális médiák, például a Zoom-on keresztül beszélgetünk, azért ez már elég régóta megvan, csak éppen senki nem használta. Viszont ezek most előtérbe kerültek, aminek két pozitív hozománya van. Az egyik az, hogy azok az emberek, akik igazából nem technikailag affinek, és igazából úszkodtak az ilyen technikai megoldásoktól, most rá lettek kényszerítve erre, és felfedezték azt, hogy ez működik. A másik fele pedig az, hogy megtanultuk kihasználni az egyébként már régóta rendelkezésre álló lehetőségekre. Tehát én a rendelőmben, ugye mondom, fogszabályozásról van szó, ahol a digitalizálásnak nagyon nagy területei vannak, ott az elejétől fogva felajánlottam a betegeknek a digitális konzultációt, fényképpel, videóval, digitális távkontrollokat tudunk végezni, és az elején még a betegek azt mondták, hogy nagyon örülnek neki, igénybe veszik, de ahogy megyünk előre az időbe, és itt visszacsatolnék volna a doktorhoz, igenis a betegek igénylik a személyes kapcsolatot. Tehát ugye azt tudjuk, hogy ami a fogorvosi rendelőben előfordul, az vagy dentális, vagy mentális. És az emberek azért is jönnek a rendelőbe, mert a fogorvos valahogy egy olyan státuszban van, aki ugye orvos köti a titoktartást, de van annyira idegen, hogy nyugodtan elmondom neki a gondjait. Ez viszont csak egy személyes kontaktus kapcsán lehet. És minden, ami ehhez a személyi kontaktushoz kapcsolódik, egy kézrázás, egy vállonveregetés, ez vissza kell, hogy jöjjön, különben oly mértékben személytelenné válunk, mint a moziban a pénztáros. Ami meg fog maradni, szerintem meg fognak maradni ezek a flexi üvegek, aminek azért van értelme, mert a koronavíruson kívül, ami szerintem egy eléggé alattomos influenza vírus, aminek nagyon jó piárja, ezen kívül is vannak más fertőzések, ami jelenti. De azok a túlzott intézkedések, amit mindenütt mondanak, erőltetnek, vagy inkább csak szugerálnak, ezek szerintem szépen visszafognak. Köszönöm szépen, és akkor megérkezünk Magyarországra ismét Valom doktorhoz, akinek rögtön neki szegezem a kérdést, hogy volt egy beszélgetésünk, amiben azt állította, hogy megnézte, hogy a környező országokban mi a gyakorlat, milyen ajánlások vannak, és ez alapján dolgozott ki, vagy dolgozta ki többet magával Magyarországra nézve protokollt. Aztán ennek volt már egy update-je, meg talán már azóta még több update-je, és menet közben pedig ugye a szakmai kollégium is kidolgozott ugyanezzel a hivatkozással egy protokollt, amiből aztán rögtön filmodott, hogy akkor most kell PCR-teszt, nem kell, kikérdezni kell, nem kell. Én őszintén megmondom, hogy elvesztettem a fonalat. Most Magyarországon mi a szabály, mi az, amit kötelező betartani, és mi az, amit ön gondol, hogy érdemes betartani, és valószínűleg meg is fog maradni a későbbiekben? Pontosítanék, mert azt a protokollt magunknak dolgoztam ki, és megosztottam másokkal, hogy amit óhajtanak, ezt vegyenek át belőle. Mert én azt gondolom, hogy azért menet közben írtam föl egy-két dolgot, amire szeretnék reflektálni. Ugye légtisztítókkal kapcsolatban nagyon érdekes volt, hogy azért egy jó keresztüzet, koreaiak végeztek egy ilyen speciális lézeres aeroszol csepp megvilágításos módszerrel egy tesztet és egy nagyon jó videót. Szóval a keresztúzat 30 másodperc alatt minden lebegő részecskét kivisza a rendelőből, és hát azért, amit egy ajtó és egy ablak kinyitásával keresztúzatban légcserét létre tudunk hozni, az volumenben akkora, hogy hát, hogyha én azt egy légtisztítóval szeretném reprodukálni, akkor fél rendelő egy nagy ventilátor lenne. Tehát azért van erre megoldás, úgy gondolom. Nyilván az ember próbálja racionalizálni a dolgokat, és nem csak a Covid-ra gondolni, hanem a többi esetleges fertőzésre is. Én azt gondolom, hogy
Mint említettem, két alapvető vonulata van ennek az egésznek. Az egyik az anyagi, a másik, hogy mentálisan a beteg és a kezelőorvos hogy viseli ezt a fajta bezártságot. Hát én régen, a régmúlt időkben buvároktató voltam, érdekes, izgalmas merülésekkel, barlangi merülésekkel, és szokva vagyok a klausztrofóbiához. De van, aki nincsen. És azért egy ilyen overallos beöltözés, ahol kukkot nem hallok, melegen van, tehát csak egy kis sót, borsot kell az overall alá tenni, meg megkenegetni magam egy kis zsírral, és puhára fövök a nap végére. Ez soha nem lesz kellemes. Nyilván ettől meg fogunk szabadulni. Amit én gondolok, és érdekes itt a Gyida doktornő szavaira utalnék vissza, azt mondja, hogy több olasz fogoros kolléga is elkapta a fertőzést. Szintén a Nature-ben wuhani kutató cikkében egy érdekes megállapítás, hogy Wuhanban egy fogorvos sem kapta el. Azt gondolom, hogy talán a kínaiak már nagyon régóta trenírozva vannak arra, hogy maszkot hordjanak. Tehát ezekre a higiénés protokollokra úgy gondolom talán egy kicsit fogékonyabbak. Visszatérve, tehát azt képzelem, és ebben a cikkben egy nagyon tanúságos mondat volt, hogy azt írták, hogy az 1%-os hidrogénperoxidos oldat, az kimondottan jól blokkolja a szájban a vírusképződést. Ez nem egy tudományos információ, amit most mondok, virológusokkal beszélgetve azt mondják, hogy a véleményük az, hogy körülbelül 15-20 percre egy 30 másodperces 1%-os hiperolos öblögetés 15-20 percre minden vírust eltüntet. Ergo, ha Tamás a rendelőjében öblített a rendelés a kezelés kezdetén egyet a páciensével, utána fölteszi a kofferdámot, amiről a Lancetben volt egy study, hogy 96%-ban blokkolja a kórokozók kiutását, és még egy apró trükköt mellé tesz, ugye, hogy a páciensen itt alul van egy ilyen sebészi maszk, amikor beül a rendelőbe, és hogyha a kezelésnél ezt az orrára teszi föl, akkor utána gyakorlatilag kémiailag blokkoltuk a vírust valamelyest, föltettük a kofferdámot, és a nóziából kiáramló levegőt is valahogy elterelgettük valamelyre. Szerintem már ezzel nagyon sokat teszünk. Én a magam részéről, hogy mit fogok ezekből megtartani, azt gondolom, hogy a köpeny mindenképpen. Meg a másik, hogy egy preparálásnál, mert előbb-utóbb vissza fognak jönni az aeroszolos dolgok. Tehát azért lássuk meg, hogy a pácienseinknek pótlásokra lesz szüksége. Pótlást ráspolja, reszelővel, gyalúval nem fogunk tudni csinálni. Ott elő fog kerülni a forgóeszköz. Én nagyon soha nem szerettem, hogy telement az arcom mindennel. Tehát most is csináltattam egy olyan állarcot, ami elől egy picit magasított, tehát biztos, hogy ez is meg fog maradni. Én azt gondolom, hogy minden tevékenységem e tekintetben egy dolog köré fog összpontosulni, hogy a szájból kikerülő aeroszolt eltüntessem, vagy minimalizáljam. A többi, a személyes védekezés, az egy más história, szerintem az gyengülni fog, tehát a személyes komfortérzésünk jobb lesz, mert kevesebb ancungot öltünk magunkra. És hát a másik, ugye a rendelő fertőtlenítés, azt gondolom, hogy az aeroszol kihullással nagyon érintett területeket, azokat a kezelés után rögtön le kell fújni. A többinél mi hidrogénperoxidos hidegködölést alkalmazunk. 12 évvel ezelőtt vettem ezt a hidegpárásított marhára a nyakamon maradt, aztán lám most úgy hozta a sor, hogy előkerült a pince mélyéről, és működik, és azóta 5%-os hidrogénperoxiddal ködöljük be a rendelőket használat után. Hát, ha egyszer valaki egy ilyet megnézett, vagy bement egy rendelőbe egy 10 másodpercre, tényleg minden ködfelhőben van, az kiül a felszínre, ezek a hiperol készítmények stabilizáltak, két napig aktívak maradnak. Azt gondolom, hogy ettől jobb nincs, mert ami ilyen mindenhová kiterjedő felett fertőtlenítés. Aztán majd az idő megmutatja, hogy van-e erre a sok vacakra szükség. De hát ezt most még nem tudhatjuk. Majd egy év múlva szerintem már sokkal jobban fogjuk érteni ezt az egészet, és én azon imádkozok, hogy nehogy az legyen,
hogy majd tudom én, egy pár év múlva jön még egy sokkal erősebb jószág itt a nyakunkra. Én egyébként úgy tekintek a Covid-ra, hogy ez egy olyan felkészülési lehetőség. Mert a potenciál benne van, hogy egy komolyabb járvány kialakuljon, hiszen nézzétek meg, az emberek mennyit utaznak. Fillérekért megyünk Európában bárhová repülővel. Hatalmas nagy mozgások vannak, ugye? Szerte a világban. Itt fölülsz reggel a repülőre, 5 órakor Párizsban kocintasz egy pesgővel, és este hazajöttél. Hát egy járványügyi szakember azt gondolom, hogy folyamatos álmatlanságban szenved, nem? Úgyhogy úgy gondolom, hogy a protokolljaink és ez a Covid, ez egy kicsit most rávilágított dolgokra, kicsit most a esetlegesen meglévő hiányosságainkra súlyt helyezett, reflektorfénybe került. Most lehetőségünk lesz kialakítani egy olyan egészséges eljárásrendet, úgymond, ami hosszú távon Covid ide vagy oda, mindenkit jól megvolt. Minket is, meg a pácienseinket is. A személyes véleményére vagyok mindenkinek kíváncsi, hogy mikortól indul idézőjelesen újra az élet. Nyilván Lengyelországban, Belgiumban, Németországban, Spanyolországban, Szerbiában, Írországban, Olaszországban, Romániában, Franciaországban, Norvégiában, Ausztriában, és persze Magyarországon. Mikortól indul újra az élet? Ki mit gondol, mikortól fogunk visszatérni, ha úgy tetszik, a normál kerékvágásba, vagy ahhoz közelibe, és van-e valami, amit mindenki a saját hatáskörében megtesz azért, hogy ez, nem tudom, a lehető legjobb legyen, például vásárol-e új eszközt, vállal-e valami extra beruházást, fog-e valamilyen új rendszert bevezetni. Arra kérek mindenkit, hogy röviden egy-két mondatban fogalmazza meg, tehát, hogy mikortól térünk vissza a normál kerékvágásba, és hogy mi lesz számára ennek a feltétele. Dr. Táncos István, Lengyelország, mindig Istvánnal kezdjük a kört, úgyhogy most nála van a labda. Oké, hát szerintem ez így kb. Év végéig eltarthat, és utána normálisan fogunk dolgozni, mint azelőtt. Egy mondatot mondanák csak itt a magyar kollégámnak, hogy ez a 5%-os hidrogénperoxid, ez nagyon rossz az elektronikai eszközeire, úgyhogy inkább ne használja ekkora nagy töménységbe. Esetleg 1% is elég lenne. Hát én csak még annyit mondanák, hogy nálunk az állam is szerencsére segít bennünket, úgyhogy a munkahivatalból is kaptunk ilyen pénzt, meg még egy ilyen direkt a Covid időszakra kaptunk szintén támogatást, úgyhogy ezek után valahogy átéljük. Szerencsések vagytok. Hát lehet, hogy Magyarországon is lesz valami, mert úgy tudom, hogy németek nagyon sokat kaptak. Nálunk ez is kevés, nagyon. Németeket én nem nagyon figyelném, mert olyan megkötések kapnak. Tehát például nálunk ez a Kurzarbeit modell, az már régóta bevezetett dolog, csak olyan feltételekhez kötik, hogy ember legyen a talpán, aki ezt betartja. Uh-huh. Nem, nálunk csak az van, hogy ne bocsátsunk el senkit. Van még olyan, akinél egyébként állami beavatkozás történt ebben a szektorban, és segítik valahogy az életben maradás, fennmaradást? Hiszen azért mindenkinek egy-két hónap könnyedén kieshetett. Ez az, akinek alkalmazottai vannak, tudja, hogy ez micsoda teher. Kinél hogyan zajlott egyébként az elmúlt időszak? Ki az, akinek az állam pozitív módon beavatkozott? Igen, Tamás, Szerbia. Nálunk ez mondjuk érdekes, mert ahogy mondtam, Szerbia egy szegény ország, és valójában itt minden leasing kölcsön részletet 3 hónapra befagyasztottak mindenkinek, magánszemélyektől kezdve. Tehát az volt az automatikus, hogyha gondolta a vállalkozó, vagy aki kérelmezhette, hogy ő szeretné tovább fizetni. Ha nem mondunk fel 10% alkalmazottnak, jó, hát mondjuk ez egy rendelőben sokkal kevesebb, de mondjuk vannak 100 személyes vállalkozások is, akkor fejenként, alkalmazottanként kaptunk durván ilyen 250 eurót.
de azzal a föltétellel, hogy a maradék fizetés részt át kell utalnunk, és minden járulékot, egészségügyi biztosítást azt a vállalkozásnak kell állni. Úgyhogy mondjuk ezen meg is lepődtem, és ezt 3 hónapra kifizették, úgyhogy ez egy ilyen segítség. De ezen felül gondolom, nagy valamire nem hiszem, hogy számíthatunk pluszba. Felkai doktort láttam integetni? Ausztriában már március 17-én, tehát amikor az egész elindult, rögtön elkezdtek gondolkodni abban, hogy ez milyen gazdasági vonatkozásokat hoz magával Ausztriában, és itt rögtön kidolgoztak egy stratégiát arra, hogy hogy lehet a rendelőnek a személyzetét védeni. Létrehozták ezt a Kurzarbeit modellt, ami azt jelenti, hogy az ember bejelenti azt, hogy a egyes alkalmazottaknak a munkaidejét mennyivel csökkenti, és az a dolgozó, aki Kurzarbeitbe vonul, az a előző fizetésének a 90%-át megkapja a munkáltatójától, és a munkáltatónak pedig az állam fogja a különbséget visszatéríteni későbbiekbe, így legyen, amire aztán mostanság egyre több is vállalkozik, mert azért ebben rendesen visszaéltek, mondjuk nem a fogászatban, hanem más területeken. Tehát itt már nagyon korán nekiálltak ebben törődni. Ennek ellenére Ausztriában ez egy tegnapi adat, vagy tegnap előtti adat, 571 ezerre emelkedett a munkanélküliek száma. Jelentősen megnőtt az igény az alapbiztosítás iránt. Jelen pillanatban 1,7 millió ember kapja a fizetését az államtól. Ezt az állam meddig fogja bírni, arról nem szól a fáma. De nagyon korán elkezdték védeni a munkavállalókat. Oké, Sándor, Írország. Ugye én a munkavállalói részről tudok nyilatkozni. Itt 350 eurót kap mindenki, aki elvesztette a Covid miatt a munkahelyét, ezt hetente kapjuk, annyi a különbség a Tamással kapcsolatban. Tehát ez havi szinten ez 1400 eurót jelent. Ez azt jelenti, hogy igazából a háztartások, hogyha mindkét, tehát egy kétkeresős modellben, ha mindkét egyén elvesztette, azért az 2800 euró, azért abból itt is meg lehet élni. Tehát itt alapvetően elkezdték bele visszapumpálni a gazdaságba a pénzt, pont azért, hogy minél kisebb legyen a gazdasági hatása. Az előző kérdéshez, vagy az alapkérdéshez hozzáfűzve, hogy én ezt a Covid-járványt az András említette, hogy ilyen előfutárnak tartja. Én inkább úgy tartom ezt, mint a Ferenc Ferdinánd ellen elkövetett merényletet az első világháború előtt. Márpedig a háború mögött az a hozzátartozó válság lesz, és én személy szerint attól sokkal, de sokkal jobban félek, mint magától a vírusnak a biológiai következményétől. Tehát valami ezt elindította, szerintem nagyon megváltozik a világ, és én attól jobban félek, ami a gazdaságilag jön ebből az egészből. Nem, én úgy tudom, hogy egyébként a munkáltatók is kapnak kiegészítést, hogyha nem küldik el az alkalmazottaikat, de erről talán az Anti jobban tudja, hogy hogy történik. Róka Antal, Írország? Igen, van egy ilyen úgynevezett Covid scheme, amit igénybe lehet venni. Sándor említette, hogy aki teljesen layoff-ra, nem tudom igazán magyarul, tehát átmenetileg kiesett mert nem lett elbocsátva, hanem arra az időszakra, ami normalizálódik a rendszer, tehát átmeneti időszakra megszűnik a munkahelye, azok kapják ezt a 350 eurós heti térítést, illetve mi, aki dolgozunk csak kevesebb időben, és abszolút szűkített spektrummal, egy skeleton tímmel, mi 70%-ot a bejelentett fizetésben, van egy fizetési limit, és annak a 70%-át kapjuk az államtól, és aki a megvaradó 30%-ot kell pótolni. Most a mi esetünkben ez azt jelenti, hogy kvázi, csak hogy arányait mondjam, egy 20 fős csapatról lementünk 4 főre, és ez a 4 fő, akit menedzser, egy nővér, bocsánat, 2 nővér, az orvosok, ugye azok self-employed-ok kapnak az államtól a cégen keresztül fizetést. De alapvetően aki, tehát a receptősöknek a nagy része, a nővéreknek a nagy része, azok igénybe veszik az állami szegélyt, ami egyébként március végén lépett életbe, és ez egészen nyújtják, én úgy tudom, augusztusig, szeptemberig. Tehát ez egy biztonságot ad mindenki szempontjából. Más országban van hasonló beavatkozás? Igen, Spanyolország, bocsánat.
Spanyolországban a vállalkozókat olyan általában olyan szinten támogatják, hogy aki az előző hónapok bevételének 25%-át nem éri el, ők kapnak állami támogatást, illetve a munkáltatók, hogy is mondjam, az alkalmazottakat úgymond szabadságra küldi az állam, tehát nem a vállalkozónak kell fizetni a fizetését, hanem kap meg egy olyan 70%-os juttatást, és miután visszavették őket, fél évig nem lehet őket elbocsájtani. Olaszországban mi a helyzet? Itt is támogatja az állam a fogorvosokat is, és a rendelőben dolgozókat is. A fogorvosok konkrétan 1000 eurót kapnak havonta, ami igazából egy Milánóba megélni amúgy semmire se elég, de legalább ad támogatást az állam. Viszont a dolgozóknak, dolgozókat pedig elküldik vagy szabadságra, fizetett szabadságra, csak akkor már nyáron nem mehetnek el ugye szabadságra, és a vállalkozókat itt külön segítik. Itt általában a orvosok, hogyha magánrendelőben dolgoznak, 99%-ban magánvállalkozók, úgyhogy nincsen olyan szerződésük. Tehát magánvállalkozók, úgyhogy ezért is kapnak támogatást egészen május 8-ig, tehát múlt hétig, és innentől most már nem. Romániában van valamilyen állami beavatkozás, amilyen segítség a vállalkozóknak, vagy a tehát a munkáltatóknak és a munkavállalóknak? Igen, van. Március közepétől az állam átvállalta az átlag bruttó jövedelem 75%-ának a kifizetését az azt igénylő fogorvosoknak számára, akik ugyanúgy egyéni vállalkozóként működtetik a rendelőiket. A márciusi hónapi pénzeket az igénylők meg is kapták, ez egyenlőre egy heti pénz. Ez átlag, tehát egy hónapra 850 eurónak felelne meg. Nem tudom, hogy lesz erre keret. Meg van ígérve, ki fog derülni. Arra, hogy szerintem mi lesz az a prevenciós dolog, amit hosszú távon alkalmazni fogunk, hát én szerintem a sebészeti exhaustorokban van az a nagyobb kapacitású védelem, vagy nagyobb védelem, amit hosszú távon alkalmazni fogunk, hogyha az overall viselése alább is enged. Azt pedig, hogy mikor lesz ennek, mikor tér vissza az élet, hát én is szeretném tudni, én remélem, hogy júniustól már normalizálódik, de félő, hogy október, novembertől újabb hullám jön, és hogy annak legyen gyorsabban vége. Németországot hadd kérdezem, hasonló a rendszer Ausztriához? Ha jól tudom, akkor talán mintha hasonló lenne. Elsőként a Melindát hadd kérdezzem meg, abban a tartományban beavatkoztak-e, segítenek-e a munkáltatónak és a munkavállalónak? Hangját kapcsolja be, Melinda, hogy halljuk. Köszönöm a kérdést. Ausztriához hasonlóan március végén meg lehetett igényelni, március elejére visszamenőleg a munkavállalóknak ezt a Kurzarbeitergeldet, ami azt jelenti, hogy amennyivel kevesebbet dolgoznak, annak az óraszámnak a 60%-át támogatja a munkaügyi központ. Ez nagyon gyors ügyintézéssel sikerült tényleg elintézni. Ami szintén gyorsan történt, az a tartományi és az állami támogatás, ami viszont nem csak a fogorvosok részére, hanem az egyéni vállalkozók részére szabott volt. Ezt is március végéig meg is kaptuk. Viszont most nagyon nagy az elkeseredés, mert a fogorvosok, illetve a fogorvosi ágazat az, ami egyedüli szakmaként maradt ki abból a védőernyőből, amit most eldöntöttek, ugyanis minden egyéb háziorvosi rendelő, gyógytornászok, szülész, szülővédőnők, amik részesednek ebben a támogatásban, a fogorvosok nem, illetve csak hitel keretében, tehát vissza kell fizetniük azt a támogatást, míg a többi ágazatnak nem. Tehát most folyamatos felméréseket végeznek,
március út, illetve április elejétől visszamenőleg, hogy kinek mennyire csökkent a jövedelme. Nekem személy szerint egy harmadára csökkent. Annak ellenére, hogy folyamatosan dolgozunk, húsvét előtt voltunk egy hét szabadságon. Azóta most különösen májustól fokozatosan emeltük az óraszámot is, és a betegek is bátrabban jönnek. Ennek ellenére mégis nagy a kiesés, úgyhogy az állami és a tartományi támogatás nélkül nem tudnánk fedezni hosszú távon a havi kiadásokat. Várunk továbbra is, hogy lesz-e változás, és a kamara mindent megtesz ennek érdekében, hogy fellépjen, de sajnos jelenleg nem sok a remény. Mártonéknál hasonló a helyzet? Ugyanennyivel csökkent a forgalom, illetve a jövedelem, illetve vesznek igénybe ilyen állami támogatást? Igen, itt a Kurzarbeit az szintén úgy van, mint Berlinben, ahogy hallottam, tehát itt Bajorországban is 60%-át térítik vissza a munkáltatók bérének, mármint a béreknek, illetve ezzel kapcsolatosan van egy szám, hogy több mint 3 millióan jelentkeztek így egész Németországban erre a Kurzarbeitra, tehát eléggé félő volt, hogy ezt megkapjuk ezt a pénzt, de mai napon egyébként megfolyósították ezt az összeget. Illetve a vállalkozások még igénybe vehetnek, ez egy egyszeri lehetőség, igénybe vehetnek egy úgynevezett Sofort Hilfét, ami egy nagyobb összegű támogatás. Valamint még itt a városban, tehát még védőeszközöket is kaptak a fogorvosok, tehát a praxisonként München városa, illetve a katasztrófavédelem maszkokat, FFP maszkokat, fertőtlenítőszereket, szemüvegeket adományozott. Tehát erre lehetett jelentkezni. Van még, aki kérdezte, de van adata? Nálunk Belgiumban az asszisztenseket technikai munkanélkülére vették le, 70%-át kapják a fizetésüknek. A fogorvosok közül pedig mindenki vállalkozó, az is, akinek nincsen saját rendelője, és ők is ilyen 1000 euró körüli juttatást kapnak. Egyszerre beszélünk a hangával? Nem, mindent hallottunk tisztán és érthetően. Bocsánat. András, Magyarországon most mi a helyzet? Mert ugye nálunk azért alapvetően vannak a neakos rendelők, illetve vannak a magánpraxisok. Hogy látja most mi a helyzet nálunk? Mennyire lehet túlélni ezt a jelenlegi helyzetet, és hogyan segít az állam? De általában véve a vállalkozások kaptak segítséget azzal, hogy akiknek hitele volt, illetve magánszemélyek, azok az évig törlesztési moratóriumot kaptak. Ez érdekes, mert ugye az volt az információ, hogy ezt a kiesett időszakot évvégéig, ezt nem úgy képzeli a kormány, hogy a bankok utána januárban a kimaradt összegeket egyben terhelik, de ahogy például az én cégemnek az egyik hitelét néztem, internetbankon úgy látszik, hogy például a mi bankunk ezt másképp gondolja, úgyhogy a jövő héten még szembesítem őket a kormány akaratával, hogy ez más volt, mint amit ők próbálnak átpusolni rajtunk. Azt tudom, hogy a neakos rendelők most az utóbbi időkben kaptak felszereléseket, tehát ez is elindult valamilyen szinten, az elején ugye nagyon gyenge volt. Ami az anyagi támogatást illeti, én nem hallottam arról, hogy itthon Magyarországon bárki bármilyen fizetéskiesést vagy jövedelemkiesést pótolt volna a szakmában. Tehát lecsapták az egészet, mint a taxiórát, és kész, semmiféle fajta kompenzáció nincs. És szerintem nem is lesz, én úgy gondolom. Úgyhogy magunkra vagyunk utalva, bár ez nem egy ismeretlen életérzés, ha én végig gondolok, az egész életem úgy történt, és úgy zajlott, hogy mindig magamnak kellett megkeresni a pénzt, és magamnak kellett gondoskodni arról, hogy valahogy túléljen a cég is, a család is. Tehát mondjuk úgy, hogy az ismerős élethelyzet folytatódik. Teher alatt nő a pálma. Tessék? Teher alatt nő a pálma. Hát... Nagyon remélem, hogy ezt a beszélgetést nem sokára élőben folytathatjuk. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy rendelkezésünkre állt.
Végig fogom gyorsan hadarni a neveket és az országokat. Dr. Táncas Istvánnak Lengyelországból, Dr. Zlokmártának Belgiumból, Dr. Babusz Mártonnak Németországból, Dr. Viski Szabolcsnak Spanyolországból, Dr. Kovács Tamásnak Szerbiából, Dr. Kisznyek Sándornak Írországból, Dr. Gita Eszternek Olaszországból, Dr. Leiher Nórának Romániából, Dr. Molnár Anikónak Norvégiából, Dr. Ók Antalnak Írországból, Dr. Felkai Tamásnak Ausztriából, Dr. Ecsedi Hekne Melindának Németországból, Dr. Diók Dénes Hangának Franciaországból, és persze, mint házigazda végére hagytam Dr. Golom Andrást Magyarországról. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt voltak. Szerintem nagyon hosszan tudnánk még folytatni ezt a beszélgetést, és minden szándékunk megvan, hogy így is legyen egy következő alkalommal. Mindenkinek ugyanazt tudjuk kívánni szerintem mindannyian, hogy jó egészséget, és hogy térjen vissza szép lassan a világ, ha nem is pont ugyanabban a kerékvágásban, mint ember eddig voltunk, de egy normális, élhető kerékvágásban. A nézőknek köszönjük, hogy velünk tartottak. Ez volt a dental.hu Dentál hírek külön kiadása élőben a Facebookon, felvételről pedig a YouTube-on. Fogjuk folytatni ezt a témát is, és az összes többit is. Tartsanak velünk, ne felejtsenek el feliratkozni a Facebookon, vagy lájkolni a Facebookon az oldalt, illetve feliratkozni a YouTube-on a csatornára. Vigyázzanak önmagukra és egymásra, viszontlátással! Az élő közvetítés támogatója az Osztem Hungary. Ünnepeljünk együtt, hogy az elmúlt 3 évben a világon az Osztem termékeit keresték a felhasználók a leggyakrabban. Az Osztem Hungary ezúton is szeretné megköszönni a bizalmat.